Sziasztok! Ma a Fototomot Otávon Róma 2 spártai kívásos végigjátszásomat. És itt maradt abba, hogy ugyebár a Dalmata frakció, vagy Dalmaté, vagy nem tudom milyen frakció ez már, Dalmaté, megtámadtak, de mindössze közelharci egységeik vannak, szóval az a tervem, hogy alkotok egy kört, és elintézzük őket, egyszerű. Citizen Cavalry. Ugyebár, mivel csak közelharci egységei vannak így, annyira nem lesz nehéz őket elintézni. Jó, a paritjásokat nem is tudom, tegyük szintén ide. Így, és akkor hadvezér ide. Na, hadd jöjjenek! Enemy reinforcements approaching. Nyilván csak is közelharci egységei vannak, amúgy vonuljunk vissza. Mert az egységeit amúgy is ide küldi, szóval felfedez minket. Tényleg csak közelharci egységek, így egyszerűen pikásokkal simán lenyomjuk őket. Egyszerű. Van egy csapat, Royal Spartans. Jó ez az egység, meg minden, csak a játékban az a probléma, ez az 1v1-es harci rendszer plusz az életerő rendszerrel van még probléma, mert ugyebár minden egyes ütés sebzi úgymond a katonákat, és mindig veszítik az életerőt, így a gyenge, lándzsás egységek is képesek megölni a Royal Spartaiakat. Szóval valójában nem olyan a játék, hogy egy ilyen royal spartai egységtől ugyebár elvárná az ember azt, hogy 10 ilyen illír lándzsást levágjon, de nem képes rá, mert az 1v1-es harcrendszer miatt és az, ilyen, és az életerő rendszer miatt a játékban minden egyes ütés úgymond sebzi a csapatokat, annak ellenére, hogy valójában egy ilyen lándzsásnak szinte esélye sincs egy ilyen royal spartait megsebezni, hiszen 105-ös páncél, defense, és melee defense 79, szóval szemtől szemben esély sincs rá. Így valójában az életerő rendszer miatt mindig sebeznek egy kicsit az egységeken, ugyebár is akkor meghalnak. Plusz az 1v1-es harci rendszer is hozzájárul ahhoz, hogy egyszerűen ez az egység ugyebár Royal Spartai, de mégsem annyira ütőképes, mint kéne legyen. Mert ez az életerő rendszer és az 1v1 rendszer, harci rendszer, ez egy kicsit hazavágja őket. We have discovered the enemy's hidden units. Szép! 18-an meghaltak a lövéstől. Illír lovasságuk van. Advance!
enemy general oh. is dead. Lol. We have discovered the enemy's hidden units. We have discovered the enemy's hidden units. Barítjások meneküljenek, csak megölnék őket, szóval inkább meneküljenek. Ti is. We are losing ground. Yogi. Rom 2-ben az AI sokkal jobb, mint Totálvor Attilában. Totálvor Attilában nem jött volna ide, hogy megölje a parikásaimat, hanem egyszerűen megtámadta volna a vizét. A... Mi az már? A... Pikásokat és kb. Annyi. Jó, mert elhasználta az ilyen Frenzy Charge-ot, így a lovassága nagyon ki van fáradva. We have discovered the enemy's hidden units. Az a sok parittyás. Ó, oh, ez komoly... Arra fele vonulnak vissza? Ott a nagy hegy. Lol. Sok sikert hozzá. Ó, itt vannak a Zilir nemes jobblitek. Az nem jó. Hát ahhoz képest, hogy az Illyr lovassága ki van fáradva, nagyon nehezen halnak meg. General is under attack. Ja, lenyomjuk őket. Na, fenébe. Annyi az egész, hogy ostrom alá vették Pellát, ami nem jó. Advance!
Ah, itt már meg is törtek. Annyi az egész, ez a Citizen lovasság gyorsan kifárad. Ami nem jó. Ezek az illér nemes hopliták, de nehezen halnak meg. Ó, a hadvezére megtört. Még csak most látom. Á, lassan mind megtörnek. Ja, ez jó volt. Szerzünk most egy csomó dalmata foglyot is. Dalmáté. Ez a jó az illírekben. Nem igazán használnak elő csatározókat. Elég hülyék, de ez van. Oké. Okay. Hősies győzelem! Wow! Ez tényleg jó volt amúgy. A hadvezéremet nem nagyon akartam harcba küldeni, mert féltem, hogy meghal. ...1170 fogoly! Wow! Wow, az szép! Az mindig jól jön. Azt hiszem, hogy új Kártágó felém tart. Ah, wow, mennyi keleti íjász.
Wrecked. Jó, hogy pont itt lettek a... ezé... a... lázadók. Ja, Ella ostrom alatt. A bevételem egyre jobb és jobb. Sok az előcsatározó. Megállhattam volna inkább saját területen. Az 59-60%-ot amúgy tartani kéne, sőt jobb lenne a 70-80%-on lenni. Akkor legalább több bevételem lenne közrendem, stb. Ja, igen, ezeket intézzük el. Aránylag, de amúgy tényleg durva játék, mert aránylag nagyon béna arányt ad, de ha lejátszod a csatát, egyszerűen lemészárlod őket. Amúgy van két előcsatározója. Ez a két paritjás egység még onnan van, mikor a frakció kezd. Szóval, hogyha az RDI frakcióval kezdesz, akkor kapsz két paritjás egységet, ilyen Slave Slingers. Szóval ennyi előcsatározót kapnak, és utána nagy valószínűséggel a gép nem is képez többet. Mert nem épít olyan épületet, ami előcsatározót adna neki. De mindössze kettő van, szóval semmi probléma. Citizen Cavalry! Ezeket le kell még most győzni. General. És utána irány Pella. Tengerre szállunk, be a kikötőbe, és be a városba is kész. Na de most a fene tudja, hogy hol jönnek az erősítés, vagy ilyesmi. Na jó, előre. Valahol itt kell legyenek. Annyira nem tartok az ellenségtől, mivel csak béna lándzsásaik vannak leginkább. Azokat lezúzzuk egy-kettőre. Ott van.
ott. Ah, egész jó ez a terep itt, nézd ma. Irány erre. Hopp, fenébe. Ide akarok menni, itt egy kicsit tisztább. Ha. Ah, fuck. We have discovered the enemy's hidden units. Rajtaütés! Pozícióra, emberek! Our general is under attack. Pozícióra, gyorsan! Our hidden units have been discovered. Ooh, itt jó sok láncsás. Van. Gyerünk, rojás pártaiak, futás! Akszék. Itt egy kicsit baj van. Van egy rés. És ez olyan fajta rés, amit én nem szeretek. Elnézést. Ez muszáj volt. Egy hadvezér meg is hat. Kéne egy szép lovasroham ide. Hát a fenével a lovasságomat azért elintézik. Már a rojás pártaiak jól nyomják. Egy kis parittyás segítséggel. Amíg az ellenség feladja. Ezt az egységet szépen elintézik.
they're wavering. Hack them down! Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Kicsit nagy lett a veszteség. This is a shameful display. Ám bár ennyi fel, most már tényleg feladják. Hát jobb is lehetett volna. One of our units has used all its ammunition. Our hidden units have been discovered. Our hidden units have been discovered. One of our units has used all its ammunition. Our hidden units have been discovered. One of our units has used all its ammunition. Our hidden units have been discovered. Jó, mindegy. Hát, szerintem, hogyha IS-eim lettek volna, gyorsabban lenyomjuk őket. Jók a parittyások, de csak kellenének IS-ok. Hát ezek vagy elkezdenek fosztogatni, vagy hazamennek. De szerintem hazamennek. Vagy egy új csapat jön. Mi ez? Word has reached us of a Gallic slave whose skills as a goldsmith are fast becoming legend. Free him? Free him. Bár lehet, hogy nem jól választottam. Na mindegy. Nem érek be még most sem? Mi a... Hogy a fennébe tudok ilyen keveset lépni? Érdekes. Na, ez a sereg elkészült. We hunger for
Így is úgy is lázadás lesz, szóval mindegy. Ezek csak közelharci egységek. Larissát amúgy meg tudja támadni. És szerintem meg is fogja. De mivel csak közelharci egysége van, így szerintem meg tudom majd védeni a várost. Egy csapat spártai pikás, egy periolikói, két spartan jutsz és két paritjás. Csak egy jó kis pozíciót kell majd elfoglalni. Ugye ez a flotta kell ide, mert jönnek a kártágójak. 20 hajóval. Az nem jó. Amúgy ezeket, vagyis a lovasságot és az íjászokat átadom ennek, és támadom Edessát. Tuspába majd kell építsek egy izét. Egy templomot. Na végre. Ó, és akkor ez jó, mert felhagytak az ostrommal, így Pella leblokkolja úgymond a dálmatákat. És akkor nem tudják megtámadni a... ezért. Ó, az illírek... a fenébe. Oké. Okay. Konfederációt kötött a... ezért. Az Ardiai és a dálmata frakció. Hát... akkor... nem is tudom. Oh, local trade. Shirai. Plusz 10% wealth from all comers. All comers. Wow, hogy leesett a bevétel. Hűha, mi történt? Ennyire leesett? Ja igen, tudok 3-as szintű főépületeket. Az jó. Az nagyon jó, mert ezeket megépítem, az ilyen márvány lelőhelyes tuccot. És... már is több közrendem lesz mindenhol. Plusz két közrend, hogyha mindkettő megépül, ami nagyon jól jön. Hé, fosztogattok. Ennyire köcsögök lennétek. Ezeket is simán lezúzzuk. Á, pont besegít.
Testőrsége egy csapat íjász. Nem gond, kipróbáljuk a zsoldos szíriai íjászaimat. Ah, kitámad. Nyílt terepen harcolunk. Oké. Okay. Úgyis jó. Enemy reinforcements approaching. Hátulról nem jöhet. Ott van, oké. Hú. Imádom amúgy ezeket a zsoldos szíriai jászokat is, és még a krétai jászokat. Ez a kettő, ami nagyon jó. Jók a perzsai jászok is, de azoknak gyenge a páncélzatuk. Meg a morájuk is, szóval azok olyan jászok, hogy csak akkor jó, hogyha nem lőnek vissza. Ha az ellenség nem lő vissza, akkor nagyon jók. Elit perzsai jászok. Van egy csapat mediállovas, horse skirmishers, perzsalovas. Perzsalovas, horse skirmishers, hűha. Az nem jó. Our general is under attack. Citizen cavalry! Archers! Ay! Tribunos! Ready! You fill the sky! Citizen cavalry! Sparta! Archers! At speed! AI ellen nehéz micrózni, neki könnyebb. Hát demet, ne már! Csak úgy hátba lősz. Neki könnyebb, mert neki nem kell egyfolytában csekkolgatni a mindent. Elnézve. Our orders! Fire! For the targets! Ignore!
battle is turning in our favor. Spartans! Spartans! Na végre azokat ott lenyomták. Hát azért szép veszteséget okoznak a spártai hopitáimnak. Mondjuk a saját íjászaim is hozzátesznek. One of our units has used all its ammunition. Ám már az íjászok rohadt jók voltak. Jó, ennyi. Kicsit nagyobb lett a veszteség, mint terveztem, de oké. A lényeg az, hogy az íjászaim nagyjából mind megmaradtak, a pikások szintén. A lovasság és a spártai hopliták, amik komolyabb veszteséget szenvedtek. De ugyebár ők harcoltak a szárnyakon, és elég szépen sorozták őket. Ja, itt pont, hogy lázadás lesz. ...89,5% a rabszolga lakos. Az jó sok. Itt egy egész sereg. Vannak ilyen medián lovasaik, amik nagyon jók. Remek. Ja, igen. Igen, nem felejtem. Nem nagyon örülnék, hogyha Spárta felé vennék az irányt, vagy ilyesmi. Ezekre nincs szükség, szóval ezeket elküldjük. Hey,
McCoy! General! Ballista! Commander! Ready and waiting! Yes, Commander! Ballista! Is úgyis csak letámadná a gyalogosaimat, szóval mindegy. A paritjásaimat meg a ballisztákat. Rájuk nincs szükség, csak ezekre itt. We are losing ground. Jogi. Minden oké. Ja, igaz, én támadtam. De mi a f... normálisan nem lehetne? Mi a franc ez? Atya úristen! Nem már! We have discovered the enemy's hidden units. Oh, atya világ! Aj, de... De miért nem normálisan, úgy, ahogy be van állítva a csapat? De hívjuk csak ide az egyik lovas egységet. Van néhány ilyen Illyrian Riders, ami nem jó. We have discovered the enemy's hidden units. Aha, oké. Okay. Most indulnak ők meg. Sparta! Yes, Commander! Juhuj, az nagyon nem jó nekünk. A szép! Our general is under attack. Az faja! Ezt jól elszúrtam. Úgy elszúrtam, srácok, hogy az nem igaz. Atya úristen. The men are wavering. Valamit gyorsan nem teszünk nekünk annyi. A fene gondolta, hogy ennyire szívósak lesznek. We have discovered the enemy's hidden units. We have discovered the enemy's hidden units. Bakker, ezek az Illy Riders egységek elképesztően jók. Mármint keményen intéznek minket. Wow. Hűha! Ez így nagyon nem oké. Okay. Még több van! Atya ég.
We have discovered the enemy's hidden units. We have discovered the enemy's hidden units. Kicsit alábecsültem őket. Keményen tartja a magaslatot, az a baj. Wow, az milyen dobás volt! Azt a mindenit! Hűha! Aztán veszítünk. Még van egy ilyen... Illyrian Riders. Azt a milyen dobást csináltak amúgy. Oh, bloody hell! Atyaég. Ez igen. Oké. Wow. Ne menj vissza! Hát nem is tudom. De ezek szépen elintéznek most minket. Már azon csodálkozom, hogy nem támad rám teljes erővel. Már szerintem azért, mert övé a magaslat. És keményen akarja tartani. Hey, gyere vissza! A fene vigyen el. Gyere vissza, te! Na azért. Csak akkor reagál, ha lovasság van. Gyere már! Ó, de köcsög. Jó, várjunk, menjen vissza, és akkor... Újra. Ó, ne! Állj meg! Ne menjetek el! Ne menj már! A fene... Fújj! Már! Ti köcsögök! Oké, megállt. Már nekünk ez így nem előnyös. Really?
Ezt nem nyerjük meg. Bakker, nem hiszem. What? No, no! Nem miért? De miért? Hát de most miért? Vesztettünk. Úristen. Úristen. Ezt nem hiszem el. Ó, de egyáltalán miért küldtem el ilyen hamar a paritjásokat? Wow. Az összes... What? Miért van itt ilyen rossz közrend? Raiding? Milyen? Milyen? Jaj, raiding ezek itt. Oké. Okay. Hú. Ó, és ott vannak a rómaiak. Ajjajjaj. Oké. Okay. Most azt hiszem meg akarnak szivatni a népek. Azt hiszem. Á, nem rabszolga felkelés lett, és jönnek a rómaiak. Jó sok előcsatározó. Pont mikor nem igazán van lovasságom. Na mindegy, de... Két ballisztám az van. Nem három volt amúgy? Elvesztettem egy ballisztát? Húha. Ez ügy... Ez nem jó. Ez nagyon-nagyon nem jó. Így elszúrni. Ez az első komolyabb hibám eddig. Elég nagy hiba. Enemy reinforcements approaching. Pedig az ilyen hibákat nem nagyon engedhetem meg, szóval... Az ilyen hibákat pedig nem lenne szabad megengedjem magamnak. Az ilyen hibák egyenlők a vereséggel. Ahhoz, hogy ez a hadjárat ugyebár úgymond zökkenőmentesen haladjon, ahhoz mindig mindennek, amit csinálok, sikerülnie kell. Minden támadásnak sikeresnek kell lennie. És így tovább, és így tovább. Our units has used all its ammunition. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Ám bár a rómaiakat simán visszaverjük. One of our units has used all its ammunition. Azt mondja, hogy ez a hajó meggyulladt, szóval... De még mindig úszkál. Kifogytunk. Mindegy. Oké, a két baliszta az jó volt. Egész addig még ezek itt vannak, nem fognak kikötni. Amúgy érdekes, mert azt mondja a játék, hogy ez a hajó meggyulladt, de mégsem süllyedt el. Furcsa. Lehet, hogy megtámad az Illyr frakció is.
ott szúrtam el az egészet, hogy ugyebár ők a magaslaton voltak, én pedig a domb alján. Azok az Illyrir fosztogatók simán levágták a pikásaimat. Na mindegy. Kell egy vereség is. Lőjük le a levest. Our general is under attack. Na, ezeket is simán lenyomják. Az mi? Csapat Rorári. A Rorárikat simán elintézik a Royal Spartaiak. Nézd meg, elbújtak a WC mögé. General is dead. Van egy hasztálti, meg egy csapat vigilész. Csodálkozom, hogy a hasztálti nem akarja feladni. Oké. Okay. Ez jó volt. Balliszták nélkül, júj. Júj. Nyilván most, hogyha még annó nem szereztem volna meg ezeket a balisztákat, akkor most nagy valószínűséggel veszítettünk volna. Na de, legalább van balliszta, szóval nem gond. Na jó, ez mondjuk már a következő részben. Köszönöm a megtekintést, hamarosan folytatásra kerül. Sziasztok!